kapott szívinfarktus ellátáshoz. A ország 21 laboratóriumában szinte mindenütt biztosítva van két asztal. Arra az esetre, hogyha az egyik készülékkel baj lenne, vagy pedig egyszerre két beteg ellátásra is szükséges. Eddig ezt csak úgy tudtuk megoldani, hogyha itt például műszaki probléma volt, vagy karbantartás, akkor Debrecenbe küldtük a szívkatéterezésre az infarktusos betegeket. Most pedig ugye ez a lehetőség megadatott. Ez pedig már az új eszköz által készített felvétel. Amit kb. Egy hetet állítottunk ki, az az előső leszálló vágsztentje, ami most kitágított állapotban van most már. A kardiológiai ellátás fejlesztése érdekében egy határon átnyúló pályázat segítségével szerezték be a közel 350 millió forintos röntgengépet. A szívkatéterezés úgy történik, hogy helyi érzéstelenítésben általában a csukló ütőeret szúrjuk meg, és felvezetjük a katétert a szívhez, a szívkoszorú érig. Ezen az úton elvezethető, ez már nem jár általában különösebb kellemetlenséggel, és maga a vizsgálat sem, a festékanyag beadása a koszorúerekbe meg fogja mutatni, hogy van-e szűkület, és milyen mértékű, és hol a koszorúja rendszeren. Akut infarktusban viszont a teljes elzáródást szoktuk látni, és ezzel a röntgen vezérléssel az ér megnyitható, az infarktus kiterjedése lényegesen lecsökkenthető, és ezzel a beteg életesélyei sokat javíthatóak. Az új készülék elsősorban szívbeavatkozások elvégzésére érkezett, de a szíven kívüli erek vizsgálatára is alkalmas. Egy heveny esetben, amennyiben egy heveny szívinfarktusra bekerül egy beteg, azonnal lehetőség lesz már egy másik szívkatéteres asztalon is ellátni őket, vagy akár párhuzamosan két elektív szívkatéterezés is történhet, vagy az egyik asztalon egy szívkatéterezés, a másik asztalon pedig egy pacemaker, egy szívritmus szabályozó beültetése. Azaz jelentősen kiszélesíti a lehetőségeit, a kollégánk most már egyszerre két helyen tudnak segíteni a szív- és érrendszeri betegeken. Több mint egy évtizede zajlik szívkatéterezés Nyíregyházán, évente átlagosan 1900 beavatkozást végeznek. Most kibővítik mind az ütemezet, mind a sürgősségi ellátás lehetőségeit. A hosszas előkészítés előzte meg magát a projektet, egy komoly szakmai programot kellett letennünk az asztalra, és hát több hónap telt el, mire a nagyértékű eszköz beszerzése is megtörtént. A telepítés tulajdonképpen teljesen akadálymentesen zajlott, annak ellenére, hogy az épületben koronavírusos betegeket is ellátunk, hiszen a koronavírusos betegek kezelésére általános részlegeket a kardiológia helyén is kialakítottunk, de a labor működése az a járvány idején is teljesen folyamatosan és biztonságosan működik. A főigazgató hozzátette, nagyon bíznak abban, hogy a koronavírus harmadik hulláma lassan tetőzik, és nem lesz még nagyobb terhelés az ellátórendszerben. Elmondta, maximális kapacitással működnek, de minden ellátást el tudnak végezni.